Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon dr. Gyarmati László a vendégünk, mérnök informatikus adatelemző, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, hiszen külföldön dolgozik, csak néhány napra érkezett haza, méghozzá egy olyan konferenciára, ami az adatokkal, az adatelemzéssel a sportban foglalkozik, aminek azért jó néhány területe van, mondjuk a vezetői döntésekkel kapcsolatban, vagy akár a pályán történtekkel kapcsolatban. Te ezzel foglalkozol, gondolom, döntően. Igen, igen, az én területem, vagy a kutatási területem, amivel foglalkozom, ez a játékosok teljesítménye, a csapat hogyan mozog együtt, ez a, inkább a játékkal kapcsolatos adatokat elemezzük mi. Hogy kezdtél el ezzel foglalkozni? Egy véletlen folytán, vagy nem annyira véletlen. Egy spanyolországi barcelonai kutatóintézetben dolgoztam. És mivel lehetne ott foglalkozni, hogyha nem a labdarúgással? Hát először sokkal unalmasabb témák voltak, mint az internet, vagy ott a hálózati problémák elemzése, és annak a cégnek volt egy ilyen programja, hogy különböző helyi cégekkel együttműködtek különböző kutatási munkákon. És egy ilyen kis cég volt az FC Barcelona? És az egyik ilyen helyi kapcsolat az a Barcelona foci csapata volt, és velük volt egy ilyen több évre szóló keret megállapodás, hogy együtt dolgozunk, és annak volt ez az egyik része, hogy az ő játékukat kellett elemeznünk. Mit tud egy mérnök informatikus kinyerni azokból az adatokból? Először is milyen adatokat kell begyűjteni, másrészt milyen következtetéseket tud kinyerni ezekből az adatokból egy mérnök informatikus, amikor egy nagyon gyakorlatias dologról beszélünk, a labdarúgásról? Különböző rétegeket lehet meg határozni az adatokban. Onnantól kezdve, hogy mondjuk tudjuk, hogy egy játékos hány percet játszott, vagy hányszor passzolt egy mérkőzésen, akkor annál egy további lépés az, hogy ismerjük, hogy milyen koordinátáról a pálya melyik két részén volt egy passza, vagy milyen szabálytalanságot követett el, melyik helyen, milyen időpontban, és a legvégső vagy a legfinomabb felbontási adatok azok pedig, amikor az összes játékos összes mozgását folyamatosan látjuk, és ez az adathalmaz, amivel dolgozhatunk. És ilyenkor, mikor egy ilyen együttműködés elindul, akkor maga a klub az, amelyik megmondja, hogy mi az, amire szüksége van, amit szeretne, hogyha kutatnátok, vagy pedig ti vagytok azok, akik felajánljátok azt, amire képesek vagytok az ő játékukkal kapcsolatban? Ez két irányból indult el. Az egyik volt egy olyan része a projektnek, ami a klub irányából érkezett. Ők kíváncsiak voltak különböző metrikákra, ami a játékukkal kapcsolatos. Konkrétan, a gyakorlatban, hogy megértsük? Hát konkrétan sajnos nem tudok mondani. Ez egy bizonyos helyzetekre vonatkozóan volt egy elképzelésük, és azt kellett nekünk lemodellezni, illetve utána kiértékelni, hogy hogyan csinálhatnák jobban ezt a bizonyos részfeladatot. És kivel voltál te kapcsolatban ott? Hát a Paco Seiruló, aki a Guardiola idején volt az erőnléti edző, jelenleg a metodológiai részlegért felelős a klubban, illetve az ilyen informatikai projektekkel kapcsolatos személy is részt vett a megbeszéléseken. Mennyire kell neked az adatelemzőnek értenie a labdarúgáshoz? Mennyire kell otthon lenni abban, hogy mi történik a pályán? Vagy ez egy teljesen más szakma, és nincs szükség ahhoz, hogy mondjuk a sportszakmai dolgokban otthon legyél? Hát olyan szempontból azért nem árt, hogyha a szavakat vagy azokat a kifejezések ismerősen hatnak, mert amikor ezek a megbeszéléseink voltak, akkor neki nem kell elmagyarázni, hogy mi az, hogy egy pasz, vagy mi az, hogy les, vagy ilyen fogalmak. Úgyhogy valamilyen... De ez azért ennyire nem egyértelmű, hiszen ha a másik oldalról közelítem meg, akkor én azt gondolom, hogy azért a sportpályán nagyon sokan vannak, akik például azt a nyelvet, amit ti beszéltek, mérnök informatikusok, viszonylag nehezen értik meg. Hát ez egy ilyen keverék, amire szükség van. Mert a másik oldalról nagyon sok klubnál van már ilyen adatelemző, vagy ők úgy nevezik, hogy adatelemző részleg, de a legtöbb esetben edzők, vagy az edzői szakma irányából közelítik meg, és ők
próbálnak valamilyen statisztikákat, vagy valamilyen elemzést végezni. De most azokat a kifejezéseket használod, hogy legalábbis ők azt mondják, próbálnak meg, tehát az, amit ti csináltok, az valójában akkor valami sokkal többet nyújthat ezeknek a szakemberek számára, mint hogyha ők a pálya szélén. Hát remélem, mert nem lenne már munkám, úgyhogy hát tudtunk olyat mutatni nekik, amin meglepődtek, olyat is, amit... Erről sem mondasz semmi konkrétat? Nem, olyat, amit volt olyan is, ami köztudomású volt nekik. Visszatérve arra, hogy ugye volt ez a rész, amilyen titkos projekt volt, azon kívül az elérhető adatokon próbáltunk olyan kutatást is csinálni, ami saját elhatárolásról kezdtünk neki, mert ezeket tudtuk később publikussá tenni ezeket az eredményeket. Úgyhogy erről tudok részletesebben szívesen beszélni. Meghallgatnám. De az egyik az volt, hogy elemeztük a PASZ stílusokat az európai top 5 bajnokság összes csapatának, és azt néztük meg, hogy milyen sorrendben követik egymást a játékosok, milyen kapcsolatban állnak a PASZ sorozat alapján. És amilyen meglepő eredmény kijött, az volt, hogy egész Európát tekintve pont a Barcelonának volt egy nagyon-nagyon egyedi passz stílusa vagy filozófiája, ami messze eltért az összes többi, nem tudom, 80-90 többi csapat stílusától. És a másik négy csapat közötti különbség mekkora volt? Mert hát ugye azt tudjuk, hogy a Barcelona egy egészen más játékot kezdett játszani évekkel ezelőtt, de a többiek között mekkora volt a különbség az adatelemzés szempontjából? Érdekes mondom, volt egy-két csapat, akik ilyen viszonylag eltérő stílusban passzoltak, vagy úgy építették fel a támadásukat, de ami ilyen nagyon-nagyon kiugró, az csak ez az egy eset volt. Melyik klubokról van egyébként szó a Barcelonán kívül? Legalább kettőt, ha mondanál. A Torino, az biztos benne volt, és még valamelyik olasz csapat, de ezt most sajnos nem emlékszem rá. Volt-e még másfajta kutatás, amivel foglalkoztatok, illetve mondjuk volt-e olyan kérés a Barcelona részéről, hogy más csapatok játékának az elemzésével is foglalkozzatok, amit aztán ők felhasználhatnak valamire, vagy pedig csak a saját játékukkal foglalkoztak? Inkább úgy arról beszélnék, hogy mi mivel foglalkoztunk. Amit még csináltunk, az azt néztük meg, hogy milyen útvonalat alkalmaznak az egyes csapatok, hogy helyzeteket vagy a labdát megtartják, és melyek azok a passz vagy labda mozgási útvonalak, amik többször előfordulnak egy szezonon belül. És ezek alapján olyan pontosága, hogy pár méter pontoságra meg tudjuk mutatni, hogy fél év különbsége pont ugyanaz a labdapasszolási struktúra megjelenik egyes csapatok játékában. Most jelen pillanatban már nem a Barcelonánál dolgozol, mi az, amivel foglalkozol most és hol? Jelenleg is sportadatok, döntően futballal kapcsolatos adatokat elemzünk. A Katarban dolgozom, a Qatar Computing Research Institute, ami egy informatikai kutatóintézet, és ott egy négy fős csoportunk van, aki futballadatokkal foglalkozik. És honnan jönnek felkérések ehhez a katari céghez, vagy katari székhelyi céghez? Ez a cég a Qatar Foundation része, úgyhogy ez egy ilyen non-profit intézet, és döntően állami forrásból finanszírozzák a mi kutatásainkat. És azt el lehet mondani, hogy ott pontosan mivel foglalkoztok most? Jelenleg ami a legutóbbi kutatásunk, amit most fogadtak el az MIT Bostoni konferenciájára, az a játékosok mozgásával foglalkozott, hogyan lehet az eseményekből kikövetkeztetni, hogy milyen mozgásokat képes egy játékos milyen sebességgel létrehozni, és ezek alapján össze lehet hasonlítani a játékosokat, és lehet javasolni, hogy ki hasonló, melyik játékos kihez hasonlít, az alapján, hogy egy egész szezonban pontosan milyen mozgásokat milyen irányban végzett. Te hogy érzed, mennyire veszik most már igénybe ezeket a típusú kutatásokat, vagy kutatási adatokat, illetve hogy a világ mely részén kezdtek ebbe bele, mely részén foglalkoznak ezzel leginkább? Leginkább, hogyha az európai focira vonatkoztatunk, akkor Anglia, ahol
a döntő többségében az összes első osztályú klubnak már van valamilyen adatelemzéssel foglalkozó részlege. Németországban szintén a liga irányából is, illetve a csapatok irányából is van ilyen erőfeszítés, és Spanyolországban is egy-két klub foglalkozik ilyennel. Ez egy új szegmens számunkra, egy kicsit a sportnak. Mi sokat nem foglalkoztunk még itthon ezzel a témával, úgyhogy nagyon örülök, hogy jöttél, és egy kicsit színesítetted a palettát. Köszönöm, hogy itt voltál, a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!